Évvégéig befejeződhetnek a székelyudvarhelyi szennyvíztisztító állomás korszerűsítési munkálatai, biztosította a befejezéshez szükséges pénzösszeg. Székelyudvarhelyi szennyvíztisztító állomásánál múlt év tavaszán kezdődtek el a munkálatok, ahol a polgármesteri hivatal 3,5 millió eurós nyertes pályázata alapján teljesen új telep épül. Az Országos Befektetési Társaságon keresztül érkező kormánypénzekből a 70-es évek óta működő és sokszor gondot okozó tisztító helyett egy új korszerű szennyvíztisztító üzem készül el. A polgármesteri hivatal tájékoztatott, hogy az Országos Befektetési Társaság írásban küldött értesítése szerint biztosította még szükséges több mint 1,9 millió eurós összeg, amelyből az év végéig befejeződhetnek a munkálatok. A tervek szerint 2013 végére elkészül a teljesen új, modern és automata számítógépvezérléses állomás. A szennyvizet mechanikai és biológiai eljárással tisztítják majd, ezen felül pedig az uniós követelményeknek megfelelően a foszfor eltávolítására és a víz iszaptalanítására is lesz lehetőség. A kivitelező cég egy megyesi vállalkozás.